Sziasztok! Ebben a videóban most megkóstoljuk ezt a Terry's Minis White-ot. Ugye előzőleg kóstoltuk egy másik videóban a másikat. Hát arról ugye meg tudjátok nézni a vélemény videónkat. Hát nézzük meg, hogy ő milyen a kicsi. Én nagyon kíváncsi vagyok, főleg így a nagy megkóstolása után, hogy most kicsiben is ugyanazt fogjuk tapasztalni, amit nagyban tapasztaltunk. Én amit te megkóstolom, ez már nincs kidolgozva úgy, mint a másik Terry's. Pont tehát, azt akartam megmutatni, hogy ezen csak egy ilyen Terry's logó van, véletlenül sem a narancs jelleg, bár itt kívül még ki van dolgozva, az nem tudom, hogy látszik-e, vagy mennyire látjátok. Én is megkóstolom. Fura, mert más. Én esküszöm, úgy érzem, hogy ugye most kóstoltuk egy perce a másikat. Ennek teljesebb íze van, vagy ilyen, tehát hogy nem a narancs uralkodik. Érezni, de valahogy más a csokoládéja, sokkal, ahogy rágom idézőjelben, még annak is más a puhasága. Igen, teljesen egyetek, hogy értsek. De amúgy finom. Olyan, mint ami van nekik, ilyen buttonkák, ami tárgyalnak, és most nem teszem be a márka, ugyanilyen kis fehér kis buttonok. Aha, igen, tudom, mire gondolsz, igen, ami miért ki valami, igen, nekem felvedő, hogy esetleg abból készítették gyakorlatilag ezt, egy kicsit narancsosztágban megédesítve. Döbbenetes, hogy a kettő nem ugyanaz. Igen, pedig ez a dominanciája a narancsnak sem. Igen, teljesen. De hogy a másik, hát nagyon erősen narancsos volt. Igen. Most már kíváncsi felképpen megnézem, ez ugye 140 gram, ő pedig szintén 147 gram. Érdekes, hogy ezt több megkérdezem egyébként, mint őt. Tehát, ha választanom kéne, melyiket veszem meg, én őt menném meg. Igen. Ettől függetlenül ez egy jó irány, ez a fehér csoki is. Nem mondom, hogy jelentősen tudott igen, az étcsoki is, ugye van ebből étcsoki is, ott tényleg érezhető a különbség. Tehát az étcsoki is és a telcsoki is közt tényleg jelentős különbség van. Valahogy érződik. Egyébként fú, milyen érdekes lenne Rubiból, hogy benne Rubi és a narancs, hogy... Igen, szerintem a Rubi el tudná nyomni, vagy ezt nyomnál, vagy igen, ez egy csavarkás, és ez a fajta... Na mindegy, majd egyszer talán kijön egy olyan is. Majd mi megcsináljuk. Ha kíváncsiak vagytok a többi fehér csokis különlegességre, illetve Terry's különlegességre, akkor nézzétek meg a csatornánkon, van még pár videó, vagy iratkozzatok föl a csatornánkra itt a YouTube-on, vagy kövessetek minket a Facebookon, Instagramon. Sziasztok! Sziasztok!